A szolnoki kiválóság Szellő Imre 2005. januárjában hagyta itt a szolnoki szakosztályt, de nem kellett sokáig várni. Pili Tamás személyében méltó követője akadt. Tavaly márciusban már magyar válogatott kerettag volt, persze korosztályában. Jászberényből járt be edzésekre, kis pufók srác volt, de ezen a testalkaton gyorsan változtatott. Egy év alatt lefogyott 12 kilót és megizmosodott. A sportolás a tanulmányi átlagában is meglátszott, egyre jobb tanuló lett, ma már Szolnokon középiskolás. Versenyzésben is, ugye már az első magyar bajnokságomon harmadik lettem Serdülőbe, akkor voltam Dunavarsányban ilyen válogatott edzőtáborban, de inkább olyan válogatott kerettagoz, és a következő évben nem volt valami szerencsés, viszont átléptem kadettba, az első év nem volt olyan, de viszont tavaly márciusban a Diákolimpián második lettem, Klassz Árpádtól kaptam ki, aki már most a felnőttek között is második lett, junior létére, és akkor lettem válogatott, és voltam készülni az Európa-bajnokságon, sajnos nem engem vittek ki, de válogatott maradtam, és az év vége sikerült a legjobb. Hát az országos bajnokságon ugye harmadik lettem, szorosan kaptam ki, de viszont utána a válogatottal mentem a Magyarország válogatott és a Szlovákia válogatott csapattalálkozón, és nagyon sikeresen nyertem 30-13-ra, úgyhogy végül is az év vége nagyon jól zárult. Tamás erőnlétben, kondiban jó, a technikát és a gyorsaságot kell még fejlesztenie, hogy ruganyosabb legyen. Lovai Józsi, a másik nagy reménység, első évesen egyből második lett, majd Debrecenben, országos bajnokságon első, serdülőként. Akkor még gyengébb fizikuma miatt le tudták győzni, ma már nem nagyon akad ellenfele. Nekem eleve sportot, önbizalmat adott, mert régebben eléggé kis béna voltam, meg kicsit hiperaktív is voltam, de itt levezetem edzésen, amit tudok. Hát. Onnan hova jutottál? Ugye az ember a kezdeteknél még talán nulla szintenál nem tud ökölvívni, ma meg kerettag lettél. Ez milyen folyamat volt? Hát elég hosszú, mert csak első évben második lettem a magyaron, és csak a második évben tudtam első lenni. Ez alatt volt pár vereségem is, volt győzelmek. Mi az erősséged, hogyha lehet így említeni, és mi az, amiben talán úgy vagy, hogy még egy-két lapáttal rá kell tenni? Hát talán közelharcom az nem igazán jó, beállarcban nem vagyok jó, de vívó stílusom van. A szakosztályban természetesen a két válogatott kerettagon kívül a fiatalabb korosztályban is edzenek tehetségek. Tóth Márk a harmadik lett a országos bajnokságon, a Szalai Józsi harmadik lett, a Szénási Krisztián harmadik lett. Tehát ezek mind a följövő generáció, akik még egyértelmű, hogy egy éve sportolnak, és a lényegesen rutinosabb gyerekektől hát nem szégyen volt nekik a vereség. A Papp László programnak köszönhetően ma már a fiatalokat is tudják 10 éves kortól versenyeztetni. Ez azért is jó, mert korábban, ennek hiányában, mire megtanultak öklözni a gyerekek, és végre versenyezhettek volna, meg is unták. Mindenesetre jelenleg több mint 30-an öklöznek a Véső úton, abban a szakosztályban, mely országos szinten is elismert. 58 egyesület van, és a 17-ek vagyunk, tehát ami egy igen tekintélyes helyezés. Országos viszonylatban elismerik az utánpótlásunkat, de sajnos úgy, mint a Szellő, a Bognár, meg a többiek, mire 7-8 évig fölneveljük őket, és utána nem bírjuk egyszerűen megtartani. Valahogy ez a megtartási, finanszírozási rendszer, ami pillanatnyilag most itt szemléletként uralkodik, ez nem a megtartó képességét fémjelzi a városnak. A versenyeztetés fontos szerepet kapott a szakosztály életében, így nem véletlen, hogy folyamatosan készülnek valamire a fiatalok. Úgy próbálom majd egyensúlyozni ezt a, így mondom, versenyinséges időket, hogy kijárunk boxolni a Cseh Extraligába, a Prostějov színeibe, és ott kötöttem már le egy-egy csapatbajnoki találkozó mérkőzés előtt ezeknek a fiataloknak mérkőzést, bemutató mérkőzést. És így nemzetközi porondon meg tudják mérettetni magukat, és akkor már idehaza nem lehet gond. A szakosztálynál egyre több fiatal roma sportol. Hátrányos helyzetű családokból származnak, sokuk még a tagdíjat sem tudja fizetni, anyagiak hiány pedig a versenyekről is lemaradnak. A cigány kisebbségi önkormányzattól az anyagi támogatásra ígéretet kapott a szakosztály, az edző bízik benne, hogy ez nem csak ígéret marad.